Megyünk Pestre. Mi mindig. Jó étvágyat. Megérkeztünk Pestre, már itt vagyunk a helyszín mellett. Hamarosan bemegyünk a palotába. És megnézzük, hogy mi van bemegy. Bezony. És ez egy bezonyos épületecske. Igen, elég sok ablaka van, szinte csak az ott dolgozik pár irodakukat. És lehet mi is ének leszünk már. Nem sokára. Ez tényleg egy szemlékosan. Volt valami vélemény? Az igen. Hát ez volt a vlog bejegyzésünk. Mi a véleményed erről a helyszínről? Nagyon finom. Mármint jó a hely. Nekem tetszik. És mit szólsz a kilátáshoz? Eszméletlen. Így még nagyon szavakos jutok. Így még nem nagyon láttam Pestet. Ez egy új erő. Minden látszik, ami igazából lényeges Pestből, ha arra néz az ember. Szinte. Egyet értek vele abszolút. Csődöm. Elég magasan vagyunk és tériszonyomban, úgyhogy nem érzem jól magam. Tehát végeztünk, itt voltunk a Vodafone palotában Pesten a Kimittyúk díjátadóján, és megkaptuk így, kaptunk egy ilyen papírdíjat úgymond, amit kiteltünk a falra, egy oklevelet, és nagyon becsben, nagy becsben fogjuk tartani. Nagyon jó kis találkozó volt. Én életemben még nem találkoztam Puzséggal, de teljesen azt a hű embert adja vissza, aki a videókon, meg mint ahogy én láttam a tévében is, és így nagyon jó volt összefutni a 10 döntős arccal, így élőben is picit jobban megismerni őket, mert csak videók során láttuk eddig őket. Igen, pontosan, meg a zsűrik közül is találkoztunk többekkel, akik itt voltak, úgyhogy mindenképp megértem feljönni Pestre, és most meg megyünk hazafele. Bob, valami hozzászólás? Elég jó volt, és viszünk haza egy díjat, és majd várjuk a netet, és majd élvezzük azt. Igen, igen, mert postán fogják elküldeni nekünk a wifi spotot plusz az internetet. Hello! Sziasztok!